És írd alá, hogy átutalhassam. És valóban sok pénzed van? Nagyon sok. Van egy óriási vállalkozásom. Azaz csak résztulajdonos vagyok. De onnan küldik utánam a sok pénzt. Imádom az ilyen férfiakat. Nem számít, hogy jóképű-e vagy sem. Nem, rengeteg jóképű férfi létezik. Viszont pénzes pasi, kevés van. És én megütöm a mércét. Ez mit szólsz? Azt, hogy csodás vagy. Csak, hogy végre találkozom veled. Beszélnünk kell, Piedad. Most elmehetsz, Elvira. Igen, asszonyom. Holnap reggel. Korán itt leszek. Jó éjszakát. Mondd ki bátran, hogy mit akarsz. Igazságtalanság, hogy az unokád éppen szórakozik valahol, míg én képtelen vagyok megoldani a gondjaimat. Az ajtó mindig nyitva áll előtted, hogy távozz, és mivel egyszer úgy is el kell menned, miért nem mész most rögtön? Örülnél, ha most elmennék, ugye? Nem is tudod, mekkora örömöt szereznél nekem, ha elmennél, Paula. Nem megyek el, még meg nem kapom, amit akarok. Pénzt! Hogy vág az eszed! Mivel tudom, hogy Carlos Daniel szándékosan utazott el, és te biztosan beszélni fogsz vele. Üzenem neki, hogyha kifizeti azt az összeget, amit majd én szabok meg. Aláírok mindent, ami ahhoz kell, hogy elválhasson tőlem. És elmegyek. Estefánia már el is ment? Igen. Gondolom, tudod, miért jött. Biztosan valami Willivel kapcsolatos ügyben. Képzeld el, az a gazember most haza akar jönni. Rodrigo, nem tudjuk megakadályozni. Figyelmeztettem Estefániát. Jobb, ha nem jön vissza, mert én fogom megölni. Nem tud ellenállni Willinek. Pénzt küld neki, és talán megkéri, hogy tűnjön el. Amíg Estefánia pénzt küldözget neki, Willi biztosan nyugton marad. De a végén úgyis tönkre fogja tenni. Estefániának gondolnia kellene a fiára. Ha egy nő úgy szeret egy férfi, mint Estefánia Willit, nem tud józanul gondolkozni. Akkor csináljon, amit akar. De ha Willinek van képe visszajönni ide, nem állok jót magamért. Az egyetlen, amit most tehetünk, hogy felgyorsítjuk a dolgokat, és kifizetjük Estefánia részét. Mást nem. Hová vezet ez? Carlos Daniel... nem fog többet adni neked, mint amennyit a törvény előír. Pedig itt már mindenki azt szeretné, ha végre elmennék. Nem. Annyira nem, hogy olyan pénzt kapj, amit nem is érdemelsz meg, kedvesem. Add át az üzenetemet Carlos Danielnek. Ő biztosan nem osztja a véleményed. Vagy hívd fel a drága ikertestvéremet, aki, ha jól tudom, most már a brácsógyár tulajdonosa. Az ikertestvéred pusztán csak a hitelezőnk, mert ő maga akarta, hogy így legyen. A gyár tulajdonosa én vagyok. Vagy elfelejtetted? Jobban szeretnéd, ha mégis itt maradnék? Az mindegy. Mivel szerencsétlenségedre... nem sokat kezdhetsz az életeddel. Te csak szeretnéd, hogy így legyen. Azt mondom, amit látok. Nem tudod, hogy az ördög mindig magához szólítja az övéit? Nem félek tőled. De ha beszélsz az imádott unokáddal, említs meg az ajánlatomat. Dehogy említem meg. Carlos Daniel szórakozni akar, jól érzi magát. Ezt nem rontom el azzal, hogy megemlítelek neki. Nem hallod, Lalita? Szenyóra Paula neked csenget. Miért nekem kell bemennem? Ki más menne be? Csak nem képzeled, hogy én? Én a vacsorát készítem. És Adéla se ér rá, mert ő nekem segít.
De még ha rá is érnék, nem mennék, mert ki nem állhatom a ronda képét annak a nyomorult nőnek. Igen, tessék. Csengetett, asszonyom? Igen, és pontosan téged szerettelek volna látni. Zárd be az ajtót. Gyere közelebb. Lenne valami a számodra. Mi, asszonyom? Egy csodálatos ajánlat. Mit szólnál ennyi pénzhez? És mit kellene tennem? Csak annyit, hogy átkutatod Piedad szobáját, míg vacsorázik. Megkeresed Carlos Daniel címét vagy telefonszámát. Gyorsan feljegyzed nekem, és lehozod. Megértetted? Jó estét, Paulina. Jó estét, Edmundo. Megengeded, hogy veled tartsak? Természetesen. Kicsit fáradtnak tűnsz. Ma nagyon sok munkám volt. És hogy állnak a dolgok? Jól. Paulina, holnap után elutazom néhány napra. Szomorú és csalódott vagyok. Sajnálom, Edmundo. Mit sajnálsz? Hogy jelenleg nem vagyok olyan állapotban, hogy foglalkozzam veled és a kéréseddel. Legalább reményt adj nekem. Szeretném megadni Edmundót, de... De mi? Nem tehetem meg. Miért nem? Azt sem tudom, mi lesz holnap, vagy azután. Olyan bonyolult az életem. Mert így akarod, Paulina. Igen. Talán, mert így akarom. Paulina... Nem tudok így elmenni. Ilyen fájdalommal a lelkemben. Mondd azt, hogy néha gondolsz rám. Mondd, hogy amikor teljesen egyedül vagy, eszedbe jut, hogy én mindig várok rád. És hogy egy napon én enyhíthetném a magányodat. Hogy gondolkozol azon, hogy a feleségem legyél. Paulina, kérlek, adj egy kis reményt. És miért kell önnek? Vajon mire kellhette, buta? A címe azért, hogy írjak a férjemnek. A száma azért, hogy felhívjam. Biztos, hogy csak ezért? Mi másért? Na és ha rajta kapnak? Majd úgy intézed, hogy senki se vegyen észre. Rendben, talán mégis tehetek valamit. De nem a pénzért. Én aztán tudom, hogy te milyen kapzsi vagy, Lalita. De meg akarlak jutalmazni, ha megteszed azt, amit kértem tőled. Nézd csak, ez itt 1000 pezó. Ezzel nagyon nagy bajba fog sodorni. Ne aggódj. Nem fogod elveszíteni a csodás állásodat. Csak hát ön elmegy, nekem meg... Igen, igen, már mondtad. Te itt maradsz. Rendben. Nézd meg, hogy Piedad lejött-e már, hogy megkereshesd az 1000 pezónat. Edmundo, hidd el, nagyon komolyan gondolkoztam rólad, és az ajánlatodról, hogy a feleséged legyek. Ha nem történt volna ez a dolog Carlos Daniellel, akkor most valószínűleg... Nem, Paulina. Ne folytasd. Én egy kis reményt kértem tőled, nem kegyes hazugságokat. Én nem is akarok hazudni neked. Ezek nagyon gyenge érvek. Mi az, ami elválaszt minket? Az, hogy meglőtték Carlos Daniel Bracsót, vagy az, hogy elutazott? Nagyon felszínesen látod a dolgokat. Azt mondják, süket az, aki nem akar hallani. És te nem akarod meghallani az érveket. El fogok utazni. Ha visszajövök, újra felkereslek. Megtudni, hogyan döntöttél.
Képes leszel kivárni azt, amit döntök? Egy szerelmes férfi addig vár, amíg kell. És én, Paulina, szerelmes vagyok beléd. Találtál valamit?